Mihály, áldás a magyarra. Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő volt mindig ezer év óta már, és mindig az marad. Mert nem darabokból összetákol darab. Egy test, ami hazánk, eleven valami. Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. Máskor is evert már elkötözött tagokkal, zsibbadtan alért a balga erőszakkal. Mihályt fölengedett folytó köteléke, futni kezdett a vér elakadt erőbe. Lám, igaz jószágunk visszatérkeznünk rá, bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver, és nagy a hatalmasság, de leghatalmasabb mégis az igazság. Útja, mint a Dunánk, és csillagok útja, nincs ember, aki azt torla szólni tudja. Él a nagyisten, és semmi sem egy kárba, magyarok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, még görbék, s biztosabb pályái az égnek. Ebből tudhatod már mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodnak. Erős igazsággal az erőszak ellen, így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok, te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, s jön az igazság közelebb, közelebb. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Igazán megtisztelő, hogy a mostoha időjárás ellenére eljöttek, és itt vannak a Jobbik Magyarországi Mozgalom hevesi alapszervezetének megemlékezésén. Alapszervezetünk immár negyedik alkalommal, negyedik éve rendezi meg a trianoni megemlékezést. Az a mostoha időjárás, a borús esős idő, ez pontosan megfelel annak a szomorú és a magyar sorsot meghatározó, még ma is meghatározó 93 évvel ezelőtti eseménynek, mely során Magyarország területeinek jelentős részét elvesztette. A trianoni békediktátum aláírásával a 325 ezer négyzetkilométerből hazánkban már csak 93 ezer maradt meg. 3,5 millió magyar honfitársunk feje fölött húzták át a határokat. Oda veszett a vasútvonalainknak jelentős része, iparunknak, bányászati központjainak jelentős része. Ez a tragédia nem csak az országot érintette általánosan, hanem személyeket, családokat, falvakat, településeket érintett. Méltán kell, hogy megemlékezzünk erre a sorsfordító dátumra, tehát soha nem szabad elfelejtenünk ezt a sorskapást, ami országunkat ma is még ugyanerre emlékeztetik. Volt hosszú idő, amikor erről nem lehetett megemlékezni, szóba se lehetett hozni, most már szerencsére van rá alkalom. És hogy van rá alkalom, azt meg is kell ragadjuk, hiszen ennek a trianoni országvesztésnek ma is van jelentősége. Az országvesztés nem csak terület elvesztést, lakosság elvesztést jelentett, hanem az ország moráljának a jelentős változását is jelentette. Évtizedeknek kellett ahhoz eltelnie, hogy az országunk ismét megerősödjön a 20-as évek után. Most megint egy ilyen morális válsággal küzd az ország, és egy újabb trianon van kialakulóban, ha már nincs kialakulva. Az országvesztést most is tapasztaljuk, de most már itt, az anyaországban. Mert országvesztés az, ami itt a környezetünkben történik. Magyarország már átány, tarna zsadány, tarna bob, kömlő. Ugyanilyen országvesztés van most is, mint trianonkor. Ez már nem magyar föld gyakorlatilag. És erre nagyon oda kell figyelnünk. Ez a mi feladatunk, ez a mi küldetésünk, hogy felhívjuk az önök figyelmét, és önök fölhívják ismerőseik figyelmét, ugyanolyan veszély fenyeget ránk. El fogjuk veszteni saját földünket, területeinket. Most már falvak, de lassan városok és megyék vesznek oda. Ezek már nem magyar területek lassan. Ezért fogunk minden évben újra és újra eljönni ide, beszélgetni önökkel, megtartani megemlékezésünket. Nagyon örülök annak, hogy elfogadta meghívásunkat Zagyva György Gyula képviselő úr, aki a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke. Eljött hozzánk barátja, Juhász Ákos, jobbikos bajtársunk, akinek átadom a mikrofont, hogy verssel köszöntse önöket.
Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. A vers arról szól, hogy valaha Trianon után a mai Szabadság téren Budapesten, ahol most a szovjet hősi emlékmű tetején a vörös csillaggal áll, ott állt valaha 4 szobor. Ezek nem önálló egy alapos szobrok voltak, hanem szoborkompozíciók, több alaposak. A magyar fájdalom szobrai. Ezeket a II. Világháború után ledöntötték. Róluk szól a vers. A 4 szobor csöndes virradatja, a 4 szobrot megszólaltatja. Muzsikáján a 4 anyaszélnek, a Szabadság téren imit beszélnek. Dél szobra én, itt állok, hallgatok. Zsoltár szóval nyitom meg ajkamat. Bácska földje, telecskai halmok, búzátokat őrlik-e még malmok? Ad-e annyi jót bánát televénye, amennyit adhatott a magyar idejébe? Jaj, az ekeszarvát oly búsan tartja, szántogató csügget ottszakat magyarja. Jaj, annak a földnek legyen átok rajta, s legyen átok mindőn, ki nem kívánja vissza. Esküdötte nép, kardra, hazára, házra, leomlok hazám a szent koronádra, az én kő szívembe fájdalom térül, várnám magyar szél integessen délül. Mit szóljak én? Ki vigyáztam néktek, nemzetem testét, a nyugat őrvidéket, kőszegnek romjain állok minden éjjel, szegülve szembe a nyugati széllel, mondom a hírt, még állok a vártán, de haldoklik a lélek országunk hullásán. 1000 esztendő volt elég itt élni, nincs kivétel, mind ezt a földet tépi. Én nyugat szobra soha nem felejtem, megszégyenít szétdarabolt testem, az idő, ahogy múlik, soha nincs megnyugvás. Ősi nagy folyónknak hiányzik a forrás. Nyújts felénk védőkart, Istenünk, te védj meg! 1000 éve mondjuk hatalmas szentséget. Hát mit szóljak én kelet szobra? Kiben Erdély lelkesét zokogva, hogy felújul bennem népem álma, kinek más volt a szabadság vágya. Csaba vezérünk a nagy időn át ittett, csillagok útján segített minket, Maros, Temes, Küküllő nyárád, Trianon sírja a karélyos Kárpát, folyóink csepét, aki egyszer vissza, lelkében a vágy, vissza, csak vissza. Csíkföld, Székelyföld, Szentföld mit ér? Éhezőknek nekünk, mint karaj kenyér. Oda vonták, hiába, de szakad az a szál. Szíve lelke örökkön visszaszáll. Ne nézzétek, csak kőnek keblen. Pedig északszobra. Sokat szenvedek. Néha hullnak záporként könnyeim. Át a Tátra dobsin a völgyein. Fürdik képen Tisza forrásában, elbolyongok Kassa városában. Nem csend nekem az éjszakák csendje, fülem gyázdal zúgásával telve. Sír a hab a garamon, a vágon, 100 vadgalam 100 harmatoságon. A pozsonyi dómban harangkondul, késmárt felett a szél délre fordul. Sötét szárnyán könyörgés üzenet. Éjszak szobra, én is szenvedek. A 4 szobor csendes virradatja, a 4 szobrot megszólaltatta. Tennünk kell végre, ha ők így beszéltek.
hogy ne legyünk játéka semmiféle népnek. Most pedig kérem, hallgassuk meg Zagva Györgyül a beszélét. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ebben a esős időben fontosnak gondolta, hogy eljöjjön a trianoni megemlékezésre, és kinyilvánítsa akaratát azért, hogy egyszer ezek az országrészek, amikor itt a vers is elhangzott, ezek visszatérnek, és az ott lakó magyarok, akiket még a mai napig is az ott élő népeknek a kormányai, a román, a szerb és a szlovák kormány a mai napig elnyom, és a magyar kormány nem adja meg nekik megfelelő védelmet, mint ahogy egyébként Európában nagyon sok helyen más országba szakadt embereknél, például Ausztria védőstátuszi állapotot adott meg az Olaszországban lakó osztrákoknak, a Dél-Tirolban lakó osztrákoknak védhatalmi státusz alá helyezte Dél-Tirolt a 60-as években, és ebben elősegítette azt, hogy Dél-Tirolnak ma autonómiája van, és a Dél-Tirolban élő osztrákok úgy élnek, ahogy Uri kedvük kívánja, Olaszországban. Persze az is kellett hozzá, hogy a dél-tiroliak bátran kiálljanak a jogaikért, amit egyébként amúgy a különféle békeszerződések ugye előírnak, még a gyalázatos trianoni békediktátum is előír nagyon sok jogot, amit az ott élő magyarok a mai napig nem kaptak meg. És a mai napig ezért harcolni kell, meg fel kell emelni érte a szavunkat. És a magyar kormány, az sajnos főleg ugye 1945 után, tehát az elmúlt 70 akárhány évben ezt hagyja. Még akkor is, hogyha esetleg néha másról beszél. Tehát még akkor is, hogyha mondjuk különböző kormányok, most például ugye a Fidesz kormány pár ilyen látszatintézkedést megtesz, és különböző félmegoldásokat megtesz, ettől függetlenül az igazi kiállás az várat magára. A dél-tiroliak kedvenc példám egyébként, Dél-Tirol helyzete, mert össze lehet hasonlítani mondjuk például Székelyfölddel. Úgy vívták ki az autonómiájukat, hogy az ott élő dél-tiroliak a anyaországgal összefogva elkezdték nyomás alá helyezni Olaszországot, például olyan drasztikus eszközökkel, hogy egyszer csak Milánó elsötétült, mert a dél-tiroliak felrobbantották az áramvezetékeket, az oszlopokat. Mert nem kapták meg, amit akartak, felrobbantották, ezt úgy hívják, hogy terrorizmus egyébként, pedig, hogyha nem robbantják fel ezeket az oszlopokat, akkor soha az életben az olasz kormány nem tárgyal velük. És utána nem velük tárgyalt az olasz kormány, hanem Ausztriával. Ausztria egyik nap ugye az osztrák politikusok öltönyben tárgyaltak, majd másnap a dél-tiroliak különböző akciókat hajtottak végre, nyomás alá helyezve az osztrák kormányt, és pár év alatt elérték, amit akartak. Persze nehéz harc volt, de elérték. Ettől függetlenül azt mondom, hogy 2014-ben már nem kell ilyen drasztikus eszközökhöz nyúlni, elég lenne, hogyha a magyar kormányba a külügyi tárcát nem olyan emberek vezetnék, mint például Németh Zsolt, vagy Martonyi János, akit egész egyszerűen ugye sajnos közelről kell végig szenvednem, végig látnom, hogy úgy tárgyalnak különböző trianoni utódállamoknak a képviselőivel, hogy ez egész egyszerűen komoly problémákat nem mernek felvetni. Európában
a különböző országoknak a vezetői és politikusai nem tudnak a trianoni problémáról, nem ismerik. Például az EU parlamentben ülő különböző országok EU képviselői nem tudják a magyar problémákat, nem ismerik. És amikor én is mondjuk tárgyaltam már például olyan lengyel vagy spanyol politikussal, akinek én ezt felhoztam, erre azt mondta, azt válaszolta, hogy a magyarok ne szóljanak semmit, mert például Erdélyben, ugye Romániában, a román parlamentben bent van egy magyar párt, szokott kormányon is lenni, és a magyar politikusok egyébként sem szokták ezt a problémát felvetni. Bezzeg a kurdoknak, azoknak még országuk sincsen. Ugye ez azért van, mert a magyar kormánytagok, a magyar politikusok ezt a problémát Európa elé nem viszik ki, nem foglalkoznak vele. Az EU parlamenti képviselők, akik bent ülnek, tisztelt a kivételnek, nyilván Morvai Krisztina megteszi ezt, de a Fidesz képviselői meg az MSZP képviselői nem nagyon, egész egyszerűen nem lobbiznak az elszakított magyaroknak a jogaiért, pedig napi szintű jogsértések vannak, ezeket folyamatosan vinni kellene például az európai újságokba, sajtóba, az európai politikusokhoz, mint ahogy a románok, a szerbek és a szlovákok, azok folyamatosan lobbiznak. A szlovák nyelvtörvény, ami minden létező törvényt, meg egyezményt áthág és megszeg, ez a nyelvtörvény zavartalanul az Európai Unióban, zavartalanul érvényben lehet. Ez azért van, mert a szlovák politikusok a háttérben ezt letárgyalták, kilobbizták. A magyar politikusok erre sajnos nem képesek, nem akarják, gyávák hozzá, félnek, megalkuvók, és addig, amíg nem jön el egy olyan generáció, aki ezeket a problémákat felmeri vállalni, és nem fél megoldásokat hoz. De mondok egy példát, most ma ismerkedtem meg egy 24 éves fiúval, akinek nincs magyar állampolgársága, mert egész egyszerűen ebben a híres nagy fideszes állampolgársági törvényben egész egyszerűen nem gondoltak arra, hogy aki mondjuk egy árvaházban nő fel, és nem tudja bizonyítani papírokkal a származását, pedig hiába beszél gyönyörűen magyarul, hiába egyértelműen magyar származású, az egész egyszerűen nem kap állampolgárságot. Pedig milyen büszkék a kettős állampolgárságra, amit egyébként mi harcoltunk ki, és egy köszönetet nem kaptunk érte, de mégis nem probléma, az elmúlt 20 évben a nemzeti oldal kiharcolta ezt a kettős állampolgárságot, mert ugye a Fidesznek eszébe nem jutott volna, amikor már valamilyen szinten népszerű volt, meg volt rá igény, akkor ezt meghozták, köszönjük szépen, de például csak az én tudomásomon van olyan 30 akárhány olyan eset, amikor olyan emberek nem kapták meg, akik a nemzeti oldal különböző szervezeteihez tartoznak, például Magyar Gárdához, Jobbikhoz, 64 bármegyéhez, és az ottani országoknak, tehát Romániának, Szerbiának és Szlovákiának, ugye a belügyi szervei, azok olyan jellemzést adtak róluk, hogy ugye rendszerellenesek. Hát milyen legyen, könyörgöm, mondjuk egy idézőjelben mondom most, hogy Romániában élő nemzeti érzelmű magyar, milyen lehet, ha nem rendszerellenes? És a magyar szervek, tehát a magyar kormánynak a szervei, azok gondolkodás nélkül elfogadják ezeket a jellemzéseket, és nem kapják meg az állampolgárságot. Vagy itt van ez az eset, amit most felemlegettem, hogy egy árvaházban felnőtt magyar fiú sem kap, mert egész egyszerűen a bürokrácia útvesztőjébe elakad. Tehát, hogyha ezt nem tudják elintézni, és ezt nem akarják elintézni, akkor mit várunk a mindenkori magyar kormányoktól, hogy lesz így mondjuk majd visszaállítva az a négy szobor, ami az előbb említett versben is elhangzott, meg felemlegetésre került. Ebben az országban, ugye a kommunizmus bukása után, 90 óta, már minden egyes településen, minden egyes városban
Trianon emlékműnek kellene állnia, a kormány szinten kellene ezeket megépíteni, minden iskolában trianoni megemlékezéseknek kellene lennie, nem összetartozás napjának, amiből durván szóval most ebből az idióta dallal, amit ugye költöttek hozzá, vidám vasárnapot csinált belőle a kormány sajnos, és ünnepként kezeli, és a fideszes képviselőket, amikor tegnap megkérdezték különböző interjúkba, akkor egész egyszerűen így azt mondták, hogy hát persze, néha ünnepelni is kell, nem probléma, hogyha ünnep, nem probléma, hogyha nem úgy kezelik, mint egy gyásznapot, de probléma, engem igenis zavar, meg még nagyon sok százezer vagy sok millió embert zavar a Kárpát-medencébe. Biztos, hogy zavarja az én székelyföldi barátaimat, vagy az én felvidéki vagy délvidéki barátaimat, biztos, hogy zavarja, és engem is borzasztóan zavar, és nem azért küzdöttünk az elmúlt 20 évben azért, hogy Trianon végre a magyar közéletbe bekerüljön a tiltás után, hogy ünnepet csináljanak belőle és elmismásolják, hanem azért küzdöttünk, és azért fogunk továbbra is küzdeni, és azért kell mindenhol megrendezni az ilyen megemlékezéseket, még akkor is, hogyha esik az eső és hogyha egyedül vagyunk, hogy ez belekerüljön a magyar véráramba, a magyar közgondolkodásba, közéletbe, és megkerülhetetlen legyen, és minden magyar gyerek, minden magyar fiatal halljon Trianonról, tudja, ismerje, küzdjön ellene. Ezt például az iskolákba kellene folyamatosan ugye előhozni, mint ahogy a holokauszt napon, vagy a holokauszt emléknapon az osztályfőnöki órák erről szólnak, a Trianon emléknapján szólhatnának a trianoni békediktátumról, illetve az elszakított magyarok mostani helyzetéről. De nem szólnak. És amikor a parlamentbe ezt előhozzuk, akkor válvonogatás a válasz. Mint ahogy akkor is az volt, amikor Semmilyen Zsoltól személyesen megkérdeztem, hogy az a előbb említett 30 akárhány magyar fiatal miért nem kap állampolgárságot, miért fogadják el a román és a szerb belügyi szerveknek a véleményét róluk, miért nem járnak maguk utána, akkor is várállítást kaptam válaszul. Tehát ezért, mert ezekre a politikusokra nem bízhatjuk fel ezeket az ügyeket, ezért kell saját kezünkbe venni ennek a trianoni békediktátumnak a megemlékezéséről és a közéletbe való bevételéről a dolgokat. Ezért kell nekünk folyamatosan ezt a vasat a tűzbe tartani, és ezért kell mindig megrendezni ezeket a megemlékezéseket. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Most pedig kérem, közösen fáradjunk át az emlékműhöz, és fejezzük el koszorúinkat, mécseseinket. Ezután pedig szívesen várunk mindenkit a Csillagoltás Székházba, a Szerelemünk 4 alá, hogy a határon túli magyarokkal, akik áttelepültek Hevesre, beszélgethessen. Köszönöm.